Természetesség, vidámság és egyszerű ritmus jellemzi a szalszát. Aki tegnap este kedvet érzett egy kis mozgáshoz, egy kanizsai egyesület jóvoltából ki is próbálhatta ezt a tánc stílust. A kubai szalsz az egy utcai tánc, úgyhogy mi is szeretnénk ezt itt megélni, és folytatni itt a programok sorát, amit a Nagykanizsai Önkormányzat és a Turisztika Egyesület az előzőkben szervezett. Szeretnénk ebből egy pici hagyományt teremteni, szeretnénk kültéri rendezvényeket is szervezni a közeljövőben. A fővárosunkban például ennek nagy múltja van. Ott is egyébként erzsébet-téri szalszának hívják a legnagyobb közterületi szalszás rendezvényt. A kubai szalszán kívül a dominikai bachatát és az angolai eredetű kizombát is bemutatták az egyesület tagjai. Szerintük közösségépítő ereje is van ezeknek a táncoknak. Összeszedi a csapatot egyrészt, másrészt pedig bemutathatjuk azoknak, akik még nem látták ezt a táncot, vagy még egyelőre csak ismerkednek vele, hogy ez mennyire jó, milyen vidám, és igazából mindent megmozgat. A szervezők hagyományt kívánnak teremteni a táncos estekkel, így most vasárnap 19 órától is várják az érdeklődőket az Erzsébet téren.